Ismételte jó reggelt, és még ismételte nem Kende Péter, és most kettő vendéget fogok köszönteni, Huszti Andrát és Szanyi Tibort, igen, szolidaritás mozgalom. Jól mondom? Na, majd, tessék javítani. Majdnem. Jó reggelt kívánok. Hogy? Igen, szolidaritás Magyarországért mozgalom. A Magyarországért mozgalom. Röviden iszom. Memme, iszom memme. Igenis. Előválasztunk? Ki válaszol? Ezt tudja már valaki, hogy előválasztunk-e? Mi biztosan nem. Nem. Mi nem. Mindenütt önálló jelöltek lesznek. 106 önálló jelölttel, önálló listával, és a már tavaly nyáron megválasztott, kongresszusunk által megválasztott miniszterelnök jelölttel, Szanyi Tiborral indulunk a 22-es országgyűlési választáson. Ki hol indul? Az elő... ki hol fog indulni a választáson? Hát már több jelöltünk van, ilyen 50 körül, ebből bemutattunk március 6-án a pártunk egyéves születésnapján 10-et. Székely Sándor például Erzsébeten fog indulni, Kálai Szilvia az ISZOM alelnöke a 6-os választókerületben, tehát 8.-9. kerületben. Igen. Ki volt, melyik Tibor? Pál Éva például. Pál Éva, igen, Pál Éva, a ex-Neoton Pál Éva, igen, ő Csepelen fog indulni. Szerintem. Titok? Nem titok, mi támogatjuk. Nincs még döntés. Nincs még döntés ebben, okay. És mi abszolút támogatjuk az eddigi jelöltjeinket, úgyhogy egyelőre nekünk ez a feladatunk, hogy építsük és promózzuk a pártot, mert erre nagy szükség van, hogy minél szélesebb körbe ismerté tegyük, mert ugye még az az 1% az már nagyon szép eredmény, amit most a Publikus legutoljára bemért minket, és ugye ezzel föl is helyezett a politikai térképre, de hát ezzel még nagyon sokat kell dolgozni. Értettem. Hogy... Miniszterelnök jelölt úr, milyen program lesz? Van. Szocializmus kifejezés, az többször is elhangzott már. Ezzel ma lehet, most csacsi módon hangzik, kampányolni? Lehet, olyannyira lehet, hogy azzal is kampányolunk. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ebben az országban azért még mind a mai napig, bár kiölték nagyrészt a szolidaritást az emberekből, de azért még mind a mai napig egy nagyon jelentős társadalmi csoport van, amelyik tagjai azért igenis vonzódnak a baloldali gondolkodás iránt. Sokan azt mondják, hogy ez a szocializmus egy lejáratott szó. Ezért kérdeztem. Valójában mi meg azt gondoljuk, hogy ennek új értelmet és új életet lehet adni ennek a kifejezésnek. Nem nosztalgikus egyébként a mi megközelítésünk, annak ellenére, hogy azért rengeteg olyan vívvány van, amit mi úgy gondolunk, hogy újra ki kell vívni. Ilyen például a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, ugye, hogy klasszikusokat idézzünk. Nem kell sokat mondani, mert végre mosodíjat tetszik kapni. Igen. Mondok ennél egy érdekesebbet is, hogy ez csak a tiszta statisztika. 1960 és 1990 között ebben az országban évente 75 ezer új lakás épült. A következő 30 évben, tehát 90 és 2020 között pedig éves átlagban egy olyan 15. Ami azt is jelenti, hogy körülbelül ebben a 30 esztendőben, mondjuk ugye a rendszerváltás követő 30 esztendőben közel 2 millió lakás nem épült meg. És azért, hogyha megkérdezzük ma a fiatalokat, hogy kéne lakás? Hát azért attól tartok, hogy elég sok jelentkező lenne. De ez csak egy szelete. A múltnak nyilván van itt még sok minden, de igazából, hogyha jövőorientáltan gondolkodunk, akkor azt látjuk, hogy a szolidaritás, ami korábban egy munkásmozgalmi érték volt, ez egy kiterjedtebb értelmet kapott, és pedig korunkban az igazán nehéz rész az a természettel való szolidaritás. Ugye a szolidaritás szót az sokan, nem tudom, hogyan értelmezik, de biztos, hogy nem úgy, mint ahogy annak a valós tartalma. A szolidaritás lényege, hogy én a te ügyedben melletted állok.
És itt a természetnek a nagy ügye is van, amiben mellé kell állni, mint ahogy egyébként a természet is hajlamos az ember mellé állni, hiszen mindennel ellát minket tulajdonképpen. Na, most a romantikát leszámítva, a programunkat egyébként közzétettük tavaly október végén, ez a honlapunkon azóta is található. Nyilvánvalóan ezt egyébként mindig egy kicsit csiszolni kell, kicsit porolgatni kell, de összességét tekintve nem kellett egyetlen egy ponthoz se hozzányúlnunk. És az a lényege, hogy, és akkor most megint kulcsszavakat mondok, mindenkinek legyen rendes lakása, mindenki tudjon rendesen enni, mindenki kapjon egy tisztességes orvosi ellátást, hogyha szükséges, illetve mindenkinek járjon egy decens, jó, a kornak megfelelő oktatás. És akkor ezeket meg is fogalmaztuk számokban. Most egyébként elnök asszony hirdette meg a születésnapunkon, március 6-án a indexált új elképzeléseinket, ugye a legfontosabb tételekre koncentrál. Az azt jelenti, hogy nettó 250 ezer forintnak kéne lenni Magyarországon a minimálbérnek. Mi több, hogyha mi kormányra kerülünk, akkor ez meg is lesz. Alapjövedelem? Nem, alapjövedelem nem. Nem, egyáltalán nem. Bár van egy picit hasonló és általunk megalkotott fogalom, ez úgy egy szociális minimum jövedelem. Ennek az a lényege, hogy van annyira gazdag ez a társadalom, hogy tudjuk biztosítani mindenkinek, megint azt mondom, mindenkinek a létminimumot, ami 100 ezer forint. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha valakinek mondjuk 80 ezer forint a nyugdíja jelenleg, sajnos ilyen is van elég sok, tehát létminimum alatt, ezt vigyük fel 100 ezerre, tehát ez plusz 20 ezer forint. 28.500-ról már nem is beszélve. Igen, hát 28.500 a mai nap, 2010 óta érintetlen a minimál nyugdíj, vagy legkisebb öregségi nyugdíj. Mi ezt is 100 ezer forintra szeretnénk fölvinni, és akkor van még egy érdekes dolog, de ez már inkább, hát nem azt mondom, hogy a vírusválság, talán inkább a szociális válság léte okán van, hogy plusz 50 ezer forintot, tehát még a 100 ezer forintra, plusz 50 ezer forintot a nyugdíjasoknak korpótléként, és ugyancsak 50 ezer forintra szeretnénk megemelni a családi pótlékot. Ezek, tudom, hogy ezzel nem fedünk le mindent. De azért nagyjából egy üzenetértéket hoz, hogy körülbelül milyennek látjuk mi azt a jólléti kétellel, jólléti szintet, ami egy elfogadható alap arra vonatkozóan, hogy aztán utána szépen tudjuk tovább fejlődni. Mi az ISZOM véleménye egyfelől az ellenzéki összefogásról, akár azt is mondhatom, hogy és arról, hogy azt mondják a kormánypártok, hogy a baloldal egyfelől, és akkor a másik kérdés, meg az ellenzéki összefogás kapcsán, mit gondolnak arról, amikor ellenzéki politikusok, az összefogás hívei azt mondják, a Tiborék, tehát legyintenek egyet erre. Akkor nézzük akkor az elejét, hogy magáról az összefogásról mit gondolnak, és arról, hogy azt mondja róluk a kormánypárt, hogy azt mondják a kormánypárt, hogy baloldali összefogás. Akkor kezdem én, és aztán ha kihagyok valamit, akkor majd Tibor folytatja. Én ezt március 6-án, ezen a bizonyos ünnepi beszédben én ezt megfogalmaztam, hogy mi a véleményünk. Azt gondoljuk, hogy Magyarországon szükség van egy vegytisztán baloldali pártra, mert az elmúlt 30 évben gyakorlatilag a politikai elit nem foglalkozott a társadalommal, nem foglalkozott a dolgozókkal, a munkásokkal, a melósokkal, mondhatom ezt bárhogy. És azt is gondoljuk, hogy nem sokban különbözik a Fidesz neoliberális társadalom és gazdaságpolitikájától az, amit ez az úgynevezett hatos fogat képvisel, vagy tesz, vagy nem tesz. Mert azt látjuk, hogy itt ugye több párt föladta az eredeti identitását, és most már egy ilyen jobbra zárt, vagy illetve balra zárt és jobbra nyitott polgári liberális szövetség alakul ki, és azt gondoljuk, hogy ők nem tudják, eddig sem csinálták, és a jövőben sem fogják képviselni azokat a munkásokat, akik bérből és fizetésből élnek. Egyébként azt is elmondtam ebbe a bizonyos beszédbe, hogy mi elsődleges forrásból tesszük ezt, mert nekünk a párt tagságunknak, támogatóinknak, pártolótagjainknak a nagy része ebből a rétegből jön, tehát a dolgozói rétegekből, és
most például a 10 bemutatott jelöltünkből 5 hitelkárosult. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a legautentikusabban mi tudjuk átadni ezt a dolgot, és képviselni a dolgozói rétegeket. Most akkor a ellenzéki pártok általi legyintésre szeretnék rákérdezni, főleg úgy, hogy azért nyilvánvalóan ellenzéki politikusokkal azért össze-össze fut az utcán. Itt-ott-tam-ott. Hát nem csak az utcán, azért van egyféle magán jellegű beszélgetés jó pár politikussal. Ezt azért mondom, mert mi azért próbálkoztunk, hát elnök asszony rengeteget tett annak érdekében az elmúlt évben, hogy valamilyen hivatalos szervezet kapcsolat legyen a többi ellenzéki párt. Tehát ők némák maradtak, ők, de nem csak felénk, ezért ezt teszem hozzá gyorsan. Hozzánk hasonló a más úgynevezett kis pártok ugyanerről számoltak be, hogy egyszerűen nem állnak velük szóba. Hát ők úgy érzik, hogy hata megvannak, ők hata le tudják dönteni a kormányt, szerintünk nem, de ettől függetlenül sok sikert kíván. Ha ők ezt megcsinálják, akkor mi annak nagyon fogunk örülni. Félrejtős tehenség. Viszont a legyintés, hát mi is tudunk legyinteni. Én tudom, csak hogy mikor mindig fölmerül az, hogy biztos rossz érzés lehet, amikor mondjuk egy jelenlegi felmérések szerint, most, és nem akarom csipkedni az ellenzéket, de időnként jól esik, mondjuk a kormánypártokat is jól esik csipkedni, hogy egy jelenlegi felmérések szerint egyedül a parlamentben nem biztos, hogy bejutó párt, amelyik része az összefogásnak, azt mondja az iszomra, hogy igen. Ilyenkor mit lehet mondani, hogy... Hát erre mondják vidéken, faluhelyen, hogy érheti meglepetés a fehér tehenet, de a helyzet az, hogy azért volt egy darab választási szituáció, ez Borsod, ahol azért 2,23%-ot értünk el. Ez látszólag egy alacsony szám, ugyanakkor korábbi választásokban nem is egy párt volt, aki ennyit se ért el a mai legyintők közül. És azért ez egy nagyon nehéz terep volt, egy újonc jelöltel, egy újonc pártként. Mi ezt nagyon pozitív élményként fogjuk föl. Mi arra törekszünk, hogy legyen egy 5%-unk legalább alsó hangon, ez egy erős baloldali frakciót tenne ki. Egyébként megint csak a legyintőknek szeretném mondani, vagy inkább föltenni nekik azt a kérdést, hogy miből gondolják, hogy 20 emberből nincs egy, aki egyébként a szocializmus hívó szavára ránk szavazna, mert az pont 5%. Szóval azért innen is lehet nézni a matekot. Nem tudjuk egyébként még, hogy mi lesz. Igen. Nem tudjuk azt, hogy ez az úgynevezett összefogás, ez mennyire tartós. Mi azt látjuk egyébként, hogy fényképezkedni már nagyon tudnak együtt, de még ugyanazt mondani, vagy valami hasonlót, az kevésbé. Tehát nem volt olyan forró téma, amiben még akár csak közelítőleg hasonlót mondtak volna, hanem mindegyik a másikra licitál. Biztos ez is egy jó megoldás. Ezzel együtt mi nekünk egy nagyon határozott baloldali világképünk van, és azért sem tudunk beférni ebbe a akaratoktól függetlenül, tehát hogy ők akarják, mi a... Nem tudunk beférni ebbe a dologba. Ők nagyon jól el vannak a kapitalizmus mai formájával, mi meg nem. Ez a különbség. Hát ez volt a nagyon röviden az SZDSZ 2.0, ami most kirajzolódik. Értettem. Sok sikert kívánok önöknek is, és meglátjuk jövő ilyenkor, hogy állunk. Köszönöm szépen, hogy nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.